Szeretettel köszönöm kedves tévé nézőket. A mai napi gondolatunk Lukács evangéliumához kötődik, az 9. fejezetben az 51-től az 56. versig, ez így hangzik. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követkeket küldött maga előtt, ezek elindultak, betértek a szamaritánosok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttára a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hagyj pusztítsa el őket. De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá. Követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt. A rókának van uduja, az égmadarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított föl, kövess engem. Az így válaszolt. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hajd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki. Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt. Aki kezét az ekeszarvára tette és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Jézus a mai evangéliumban világosan leszögező, hogy ki lehet az ő tanítványa és ki nem. Jézus lényeges dolgokat kíván ezért tőlünk. Először is függetlenséget. Az ember leginkább természetesen az otthonához, a családjához kötődik. Jézus előtt is figyelmeztet, hogy az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Figyelmeztet, hogy nem csak a rossz és a bűn szakíthat el bennünket az Istentől, de a jó dolgok is, a nemes dolgok is. De természetesen csak akkor, hogy jobban ragaszkodunk hozzá, mint az Istenhez. Hányan vannak, akiknek egész élete kimerül abban, hogy az otthonukat építik, szépítik, de az Isten kimarad belőle? Hányan jönnek a családjuknak, a gyermekük nevelésének, de Isten kimarad belőle? Jézus a függetlenséget akarja, hogy Isten legyen a legfontosabb, és Isten ügyét semmi se akadályozza, sem otthon, sem család. Az lenne az igazi, hogyha a család minden tagja Isten ügyében járna, és tulajdonképpen az Istenben találkoznának, ott élni meg a szeretetüket, és így teljesedne ki az életük. Jézus azt mondja az embernek, hogy szilárd elhatározásra van szükség ahhoz, hogy az ő követői legyünk. Ugye hallottuk, Uram, követlek, de előbb hadd menjek el, és hadd temessem el apámat. Jézus itt nem a fiúi kegyelet ellen van, de ugyanakkor azt is tudja, hogy ez az ember még nem szilárd. Már megismerte Jézusnak a tanítását, ezért is mondja, hogy követlek téged, de ugyanakkor még a hitében gyönge. Hazamegy, örököl, és az örökség után már nem azt fogja mondani, hogy akarlak követni téged, hanem hogy szeretnélek követni téged, vagy esetleg követlek téged. Tulajdonképpen ugyanez van a mi életünkben is. Az ember nagyon sokszor jut oda, mi is sokszor mondjuk, hogy szeretnék jó keresztény lenni, de és már mondjuk is a kifogásokat, hogy miért nem megy ez. Tehát itt a ráhagyatkozás, az embernek az elhatározása az, ami igazán fontos. Aki az ekeszarvára teszi a kezét, ne nézzen vissza, mondja Jézus. Tehát ez azt jelenti, hogy ne gyújtsunk gyertyát egyik kezünkkel az Istennek, a másik kezünkkel pedig a mammonnak. Annak idején Géza fejedelem fehér lovat áldozott a pogány Istennek, Krisztusnak meg templomot épített. Azt mondta, elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két úrnak szolgáljak. Hát ez az, ami nem megy. Ez az, ami ellen Jézus beszél. Krisztus követése tulajdonképpen arra kell, hogy összeönzön bennünket, hogy csak ő legyen életünknek a vezérfonala, és akkor megtaláljuk természetesen a szeretteinket, a családtagjainkat is, és megkapjuk mindezt, amire szükségünk van. Mert egy Istenünk és egy életünk van. Ez legyen osztatlanul az övé. Étel, ital, barátság, szerelem, munka, a szórakozás mind csak úgy, ahogyan az Isten akarja. Ne osszuk meg szívünket Krisztus és a világ között, hiszen egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és egy az Isten, mindnyájunk atya.
Ezért fontos, hogy mi hozzá kötődjünk, és akkor mindenki meg fogja találni a saját szeretteit is egy egész másfajta közegben, másfajta világban, mégpedig az Isten világában. Köszönöm a figyelmet!